Ez év elején több változás is életbe lépett a KRESZ szabályok tekintetében. Több új rendelkezést hoztak a vezetői engedély megszerzésének korhatáros követelményeire vonatkozóan, valamint az árufuvarozással, személyszállítással kapcsolatosan. A vezetői engedély megszerzésével kapcsolatos változások elsősorban az életkori sajátosságukat tükrözik. Motorkerékpárosok ügyében is, ugyanúgy, mint a nagy kategóriások ügyében. Egyedül azt mondom, hogy a személyképkocsi vezetőknek az életkori sajátossága az nem változott. Maradt a 17. életév. Motorkerékpároknál, a nagy motorkerékpárnál fölemelkedett 18. életévről 24 évre, mert nagyon sok volt a közlekedési baleset, és ezt szeretnék most már megelőzni, hogy a fiatalok ne üljenek 1200-1300 vagy ettől nagyobb motorkerékpárra, és valószínű, hogy egy kicsit érettebben, megfontoltabban fognak motorozni. Ezen kívül a nagy kategóriákat érinti, a teherautó, autóbusz, nehéz pótkocsi kategóriákat. A teherautósoknak 21. életévre emelkedett, amíg az autóbusznak szintén 24. életév, mert eddig autóbusszal is jóval korábban lehetett már közlekedni. Ami még érdekes, hogy a segédmotor kerékpár vezetői engedélyre 14. életévről a hatóság felemelte 16 éves korra, viszont most februárra visszahozták 14 életévre. Rájöttek arra, hogy a fiatalok azért igénylik a közlekedésben való részvételt, és szeretnének minél hamarabb motorra ülni, és ez a hatóságnak is érdeme, hogy minél hamarabb aktív közlekedői legyenek a társadalomnak. Ön mennyire ért egyet ezekkel a változásokkal? Ha a közlekedés biztonságát vesszük figyelembe, ami mindannyiunknak szempont kell, hogy legyen, képzőszerveknek is, hatóságnak is, meg a társadalomnak is, akkor maximálisan egyet kell érteni, mert a későbbi életkor, ez már egy kicsit azt mondom, hogy megfontoltabb vezetésre ösztönzi a társadalom ezen érintett rétegét. A szolgáltatások mely szereplőit érintik még ezek a változások? Az életkori változások is érintik a közlekedési szolgáltatások egyéb résztvevőit, de ott inkább az, hogy az árufuvarozói, személyszállítói vállalkozóknak meghatároztak egy úgynevezett ismeretfelújító vizsgát, ami eddig nem volt. Megszerezték 10 évvel ezelőtt, vagy 10-akárhány évvel ezelőtt a vállalkozói bizonyítványt, és akkor elkezdhették a vállalkozásukat, mint szakmai irányító. Most a hatóság az elmúlt év végén meghozta az intézkedését, hogy a szakmai irányítóknak ezt az úgynevezett bizonyítványt, ezt a végzettséget fel kell újítani, illetve most már lehetőség van arra, hogy a vállalkozások egy komplex formában végezhetik el a szakmai irányítói alapképzést, ami már nem csak belföldre, hanem belföldre és nemzetközi vonalra egyaránt érvényes. Ezek az érintett tevékenységek, illetve lejárnak az utoljára megszerzett nemzetközi vezetői engedélyek, akár az árufuvarozóknál, akár az autóbuszvezetőknél, és őnekik most már az új típusú gépjárművezetői képesítési igazolvány elnevezésű szaktanfolyamon kell részt venni. A hatóság azon rendelkezése, hogy a frissen szerzett jogosítvánnyal mit tud kezdeni a gépkocsi vezető, az úgynevezett gépjárművezetői képesítési igazolvány meglétéhez köti, és alapvizsgát kell nekik tenniük. Minden, akár árufuvarozási területen akarnak tevékenykedni, akár személyszállítás területén, mint gépkocsi vezető. És ez a két terület, azt mondom, hogy a gépjárművezetői képesítési igazolvány, illetve a szakmai irányítói vizsga, ezek, amik módosítást hoztak most a közlekedés egyéb résztvevői számára. A TIM autós iskola milyen oktatási módszerekkel dolgozik? Megvan a hagyományos módszerünk, a tantermi foglalkozás, viszont a jelentkezőknek az érdekeltségeit is figyelembe kell vennünk. A tantermi foglalkozáson nem mindenki tud megfelelően részt venni, vagy az általános, illetve vagy az iskolai elfoglaltságaik miatt, vagy a munkahelyi elfoglaltság, vagy az egyéb társadalmi, illetve családi elfoglaltságaik miatt. Ezért örvendetes a részünkre is az a tény, hogy
az úgynevezett távoktatási módszerrel, e-learning módszerrel a kis kategóriákban, a segédmotor, a motorkerékpár és a személyképkocsi kategóriákban már fel tudjuk ajánlani mindenki részére ezt az oktatási módszert, hogy otthon, munkahelyen, szabadságideje alatt az internet segítségével fel tudnak megfelelően készülni az elméleti vizsgára, illetve ugyanezen oktatási módszert tudjuk ajánlani az állandó úton levő közlekedési szakemberek számára, akik a gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzése ügyében jelentkeznek nálunk. Tehát tudnak tanfolyami rendszerrel, amikor beülnek a foglalkozásainkra, részt vesznek azon, és akkor úgy személyes kontaktust is ki tudunk alakítani, vagy pedig egy picit idegenebb ugyan, mert ugye számítógéphez van kötve, de nyugodtan a saját idejüket tudják megfelelően realizálni az oktatás, illetve a tanulás részére ezzel a távoktatási módszerrel. Hogyha valakinek mind a kettő lehetőség megvan, ő mégis szíve szerint melyiket ajánlaná inkább? Szívem szerint maradok a hagyományos módszernél, a tantermi foglalkozásnál, ugyanis a személyes kontaktus nagyon sokat jelent a tanuló számára is, és mind a mellett sokkal hamarabb felvetődnek azok a kérdések, amik elősegítik a későbbi gyakorlati képzést is, és már az elméleti oktatás folyamán az elméleti oktató is tud megfelelő válaszokat adni a tanuló kérdéseire, illetve segít egy picit képet nyitni a gyakorlati oktatás előkészítésére. Különféle animációs programok segítségével, videó, projektor kivetítő segítségével, illetve a saját testi mozdulataival tudja imitálni a rendőri karjelzéseket, amik nagyon-nagyon sokat jelentenek a tanuló számára. Tudjuk nagyon jól, hogy a képi megjelenítés az emberek információinak a 80%-át teszi ki, a szemen keresztül való információ begyűjtés. Ezt tudjuk magunkból átadni, és mind a mellett még kiegészítjük az összes többivel. A hang, az érintés, a szerepjáték, mert nagyon sok forgalmi helyzetet szerepjátékkal is tudunk átadni a tanulók részére. Hogyan válasszon autós iskolát az érdeklődő vagy a leendő tanuló? Én azt tudom javasolni, hogy nagyon körültekintően, ugyanis amikor az ember elmegy vásárolni, akkor mindig a saját pénztárcáját nézi először, hogy mit szeretne, mennyit szeretne, hú, akkor most elmegyek a nagy bevásárlóközpontba, ott olcsón meg tudok szeretni ezt, azt, és akkor amikor egy bizonyos használati cikk egy hét után, vagy pár nap után már eldobásra kerül, akkor mégis gondolkodik, hogy nem ez kellett volna. Ugyanezt tudom tanácsolni, hogy gondolják meg, mielőtt belevágnak a nagyon-nagyon kedvezőnek tűnő kínálatnak, mert ha azt veszik alapul, hogy mivel szeretnének most ők majd tevékenykedni a képzés során, ha átgondolják azt, hogy egy személyautóba szeretnének, vagy egy teherautóba szeretnének beülni, ezeknek nagyon-nagyon sok vonzata van. A karbontartás, a föntartás, az adózás, az üzemeltetés, a benzin, a szerviz, stb. Ez mind-mind költség. Tehát, hogyha valaki irreális árat kínál a hirdetésében, tegyük fel egy B-kategóriás tanfolyam 30 vagy 70 ezer forintból megvan, akkor gondoljuk át, hogy én nem tudok vezetni, szüzen kerülök oda, meg kell tanulnom ezt, azt, amazt, és az mennyi időt vesz igénybe, az alatt mennyit fogyaszt az a gépkocsi, annak a többszörösét is képes elfogyasztani. Tehát ezek becsapósak. Lehetőség szerint keressék meg azt, ahol az ár mellett föltűnik az, hogy mi mindent kap az árért. Sokan elhallgatják. Sajnos a saját területünkön ezt kell tapasztalni, és ezzel nem tudunk mit tenni. Csak azt, hogy mi megfelelően tevékenykedünk, illetve akikkel társba vagyunk, különféle autós iskolák vezetőivel, oktatóival, akikkel együtt működünk, ezek is ugyanazon a színvonalon, ugyanazon az áron tevékenykednek a környezetünkben. Ön szerint mi az ideális intervallum, például egy fiatal, aki nagymotorra szeretne jogosítványt szerezni, mennyi idő alatt tudja rendesen elsajátítani a vezetési fortélyokat? Hát ugye beszéltünk arról, hogy nagymotorra 24 éves életkorban. Ennek lehetnek előzményei.
hogyha valaki levizsgázik 14 éves korban segédmotorral. Utána 18 évesen levizsgázik úgynevezett A-korlátozottra. Lehet már 16 évesen A1-es, az 125 köbcentis, vagy 18 évesen A-korlátozott, vagy lehet egyből nagy motorra is, de azt mondom, hogy mellette mindenféleképpen kell neki gyakorolni. Ez a 27 óra a nagy motorkerékpárnál egy olyan emberkinek, aki eddig csak kerékpározott, nem biztos, hogy elegendő a biztonságos közlekedéshez. Soknak tűnik, amikor ki kell mondani azt, hogy most ennyibe kerül, és akkor ennyit kell kifizetni, viszont általában az autós iskolák oktatói úgy foglalkoznak az emberekkel, hogy igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni, hogy a biztonságos közlekedés rejtelmeire, a motorozásnak a furfangjaira is fölhívják a figyelmet, hogy egy autónak a visszapillantó tükörjét nézzék, próbálnak szemkontaktust teremteni az autóvezetővel, nagy testű jármű mellé ne álljanak oda, mert nem látják őket, meg ilyen apróságok. Most, hogy még a tél mindig a nyakunkon van, milyen vezetési tanácsok szolgál a nézőknek? Minden nézőnek a figyelmét felhívom, amit a médiákban nem győznek eleget hangoztatni, hogy amikor télen elindulunk, legyen hólánc az autóba, legyen egy összecsukható hólapát, legyen pléd, legyen egy termosz, meleg tea, vagy valamilyen egyéb üdítő, és egy kis rágcsálnivaló. Nem lehet tudni, hogy hol szakad ránk a hó, hol jön hóátfúvás, lehet hallani nap, mint nap. A hólánc azért kell, hogy bizonyos hómennyiség esetén is el tudjunk közlekedni. Ha netrántán nincs, akkor hólapáttal kisegítjük magunkat, vagy ha a hóátfúvások elzárnak bennünket a külvilágtól, akkor még ideig, óráig tudjunk nyugodtan az autóban maradni. A megfelelő üzemanyag feltöltöttség sem mindegy, és az alapvető plusz 7 Celsius fok alatt már tél van a gumik szempontjából. Tehát a téli gumi használata nem csak ajánlatos, nem csak kötelező, hanem életmentő is.